Szevasztok, srácok! Megvettem a második részét ennek az újságnak, és ezek voltak hozzá, de nem tudom, hogy mennyi rész jelent meg eddig, mert van, aki meg már 8 részt emlegetett, hogy annyi megvan már neki. De hát én ugye nem fizettem elő, én csak bemegyek a boltba, és hogyha meglátom, hogy van, akkor veszem meg. Meg még mindig gondolkodom azon, hogy egyáltalán az egészet kigyűjtsem, mert hát, hogyha összeszámoljuk, majdnem 500.000 forintba fog kerülni ez a kis makett, és durván 2 év alatt tud összeállni ez az egész. Tehát olyat is olvastam, nem tudom, lehet, hogy csak szóbeszéd, hogy majd lesz olyan, amikor már havonta 5 rész is megjelenik, és akkor ugye azok már ilyen 3000 forintos. Hát ugye ott már azért havonta 15.000 forintot, ha rákölt az ember, az már nem olyan kis összeg. Úgyhogy még agyalok rajta, na mindegy. Itt a második rész, és ami volt hozzá, ugye ez már kevesebb cucc volt. Igazából még ez is 1400 valamennyibe került, ugye az első rész 190 forint volt csak, azért több cuccot is adtak még akkor. Megnézzük, hogy ezek milyen alkatrészek lesznek, de hát igazából látszik is, hogy mert itt a hátsó fényszórók, meg ez a rács, ugye itt van, ezeket adták hozzá, meg van itt egy karosszéri elem is, gondolom, hogy itt lesz majd a kerék, az egyik, de azért megnézzük, kibontani továbbra sem tervezem, majd hogyha lesz egy pár rész, talán akkor azokat össze fogom állítani, és akkor majd meglátjuk. Na nézzük meg, hogy mik vannak ebben. Furcsa, hogy ez ugye így nyílik ki, így visszafele. Ja, mert ez az eleje, ez a hátulja. Furcsa. No, nézzük. Itt vannak, hogy miket kaptunk. Ugye lámpák, keretet, kaptunk hozzá ilyen kis pici csavarokat, ugye itt vannak. Meg itt vannak ilyen díszlécek is. És hát ugye ez meg ugye gondolom, hogy ez a rész lesz, ez az elem. És hát ugye itt is van részletezve az egész. Hogy mit, hogy tudunk most már összerakni majd. Ja. Hát a többi ez csak az újságos részek ugye nyilván. Ezeket azért, hogy nem tervezem bemutatni, hát aki megveszi az újságot, az úgyis el fogja olvasni. Jó, hát igazából ezek vannak a második részhez. A következő részt nem tudom, mikor fog megjelenni, mert az a baj, hogy tényleg nem, azt nem néztem meg, olyan hülye vagyok, hogy azt nem néztem meg, hogy valójában ez milyen sűrűn jelenik meg. De majd utána fogok én nézni, de most nem akarok itt a videóban ezután nyomozgatni, hogy majd milyen sűrűn fog megjelenni. De az lenne, hogy most már mozdonyosban is lenne egy ilyen, mert egyébként volt ilyen Wartburgosban is, talán még megy is, Trabantosban is azt hiszem, és jó lenne valami mozdonyos is. Ha nem is magyar mozdony nyilván, mert hát ez nem magyar cég, tehát magyar mozdonyokat úgyse fognak adni hozzá, de tök jó lenne, hogyha mondjuk valamilyen híresebb mozdony össze lehetne így pakolni egy ilyen újságból, az tök jó lenne. Na mindegy, hát igazából ennyi lett volna ez a videó szerintem. Ez volt a második részhez. Köszönöm, hogy velem voltatok, szevasztok!